A Vajdasági Magyar Vadászok Társaságának tagjai látogattak el ma a Magyar Kanizsai Egészségház gyermekosztályára, ami a társaság jóvoltából most támogatásban részesült. Ugye, amikor megszervezésre kerül minden évben ez a vadászat, akkor szét szoktunk nézni mi elnökségi tagok, hogy melyik községben mire lenne szükség. Ugye tavaly a Zentei Kórháznak a gyermekosztályára lett a donáció adva. Az idén ugye Zombor és Magyar Kanizsa is kapott. Ez a két államtitkár úrnak jelezték Zomborból, hogy ott szükség lenne pénzeszközre, itt pedig a Magyar Kanizsai Egészségház igazgatónője jelezte nekem, hogy itt is szükség lenne a gyermekosztályra különböző dolgokra, amire nagyon nagy szükség van, és így esett a választás után erre a kettő intézményre. 3 éve kezdték el a jótékonysági vadászatok szervezését. Mi ezt 3 évvel ezelőtt kezdtük, szintén az ő mintájukra, úgyhogy azért alapítottuk, egy oka ennek a Vajdasági Magyar Vadászok Társaságának, az alapításának az oka az volt, hogy ilyen jellegű jótékonysági vadászatokat, akár előadásokat, kiállításokra, szervezéseket tudjunk megvalósítani. Minden alkalommal december 27-én szervezzük meg ezt a jótékonysági vadászatot, ami tehát a legutóbbi volt a legsikeresebb, hiszen 1 millió dinárt sikerült összeszednünk, ami kimondottan kizárólag csak a jótékonyságra fogjuk szánni. Az első összeg ide Kanizsára került, 400 000 dinár, a második része az 600 000 dinár lesz, az pedig Zomborba fog kerülni, ami szintén a gyermekosztályok részére, kinek mire van szüksége, próbálunk abból támogatást nyújtani. A községben közel 4500 gyerek látogatja a gyerekosztályt. A most beszerzett eszközök hozzájárulnak a színvonalas egészségügyi ellátáshoz. Tudni kell, hogy Magyar Kanizsa 13 településből áll, és körülbelül az utolsó felmérésünk alapján, mivel nem tudjuk még a népszállási adatokat, 4500 gyermek látogassa a gyermekosztályunkat. Két gyermekosztályi rendelünk is van Kanizsán és Horgoson. Most Kanizsán vagyunk, és a Kanizsai Egészségház gyermekgyógyászati rendelője bővült eszközökkel, köszönhetőleg a Vajdasági Magyar Vadászok Társaságának, akik megtámogatták, mivel fontosnak tartották a gyermekek jólétét és a minőségi ellátást. Kaptunk tőlük adományban, és ennek nagyon örülünk, egy állómérleget magasságmérővel, egy EKG készüléket, amit valójában állandóan használunk, egy frizsidert, ami a védőoltásoknak van előrelátva, illetve hát kaptunk kisebb eszközöket, mint inhalátor, stetoszkóp, orrfülgégészeti szett, illetve két kis pulz oximéter, ami az oxigén szintet méri a vérben a gyermekeknél. És ezek igen fontos eszközök ahhoz, hogy nagyon minőséges legyen az ellátás, úgyhogy köszönjük szépen az adományokat, és köszönjük szépen, hogy eljöttek, meglátogatták intézményünket. Dr. Vickó Ferenc egészségügyi államtitkár is részt vett az átadáson, hiszen ő maga is a Vajdasági Magyar Vadászok Társaságának alapító tagja. Különös örömmel tölt meg a mai nap, már csak azért is, mert a Vajdasági Magyar Vadászok Társulata egy ilyen akcióba szerepel, aminek a végeredménye ma látható. Ez egy olyan vadászat, ami donációkra lett megalapozva, és azt a célt akartuk elérni, hogy ugyanúgy, mint a minisztérium, hogy próbáljuk a primáris egészségügyi intézeteket erősíteni, főleg pedig a gyerekosztályokat Vajdaság szerte, és az is olyan örömmel telt el, hogy az előző két szervezéshez képest dupla annyi pénzt, tehát kb. 1 millió dinárt tudtunk összeszedni, ezt két egészségháznak osztottuk szét, és így már a tavalyihoz képest két helyre sikerült donációt szervezni. Én szeretném azt mondani, hogy egy gyerekambulanciát szereltünk föl itt Kanizsán.
lehet, hogy nem 100%-ban, de szerintem a nagy, ami nagyon fontos, és ami hiányzott is a kanizsai egészségháznak, azt ezzel szerintem tudtuk pótolni, és most egy olyan a szolgáltatásoknak egy olyan nivóját el tudtuk érni, amivel most szerintem dicsekedni lehet. A fő cél valójában az, és az, ami valóban nagyon fontos kimondani, hogy a vadászat az egy szenvedély, de mi mindenek mellett természetbarátok vagyunk, és azt a tévhitet is próbáljuk átszervezni, mivel a vadászok kimennek és lövöldöznek mindenfelé, tehát amellett, hogy vadásztunk is, amellett próbáltunk ilyen eszközöket összeszedni, amivel valóban meg tudtuk segíteni ezt a két egészségházat, és remélem, hogy a jövőben is továbbra tudjuk majd bővíteni ezeket a donációkat, és több egészségháznak, egészségügyi rendszerbe való gyerekosztályoknak tudunk segíteni. A támogatásnak köszönhetően Magyar Kanizsára 400 ezer dinár értékben kerültek eszközök, 600 ezer dinár értékben pedig a Zombori Egészségház gyerekosztályát támogatják a vadászok.